Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, külön tisztelettel köszöntöm az óvodásokat, visszatérő vendégeinket, és köszöntöm nyugdíjas kollégáinkat, szülőket, minden érdeklődőt, aki eljött, és a szomszédos idősek házából, nyugdíjasok házából is köszöntöm, hogy itt vannak. Három nagy forradalma, három nagy ünnepe van Magyarországnak, és számos emléknapja, van államalapításunk napja, ünnepe. Tulajdonképpen az is egyfajta forradalom volt, hiszen akkoriban Szent István királynak alapjaiban kellett megváltoztatni az országot. Ott van legutóbbi forradalmunk 1956, aminek nemrég ünnepeltük 60. évfordulóját, és most már kezdi valójában megérteni a magyarság, hogy miről is szólt az a forradalom. És ott van középen, majd, hogy nem szándékosan is mondhatom azt, hogy középen, március 15-e. Egy olyan esemény, ami alapjaiban változtatta meg szintén országunkat, és bár ismét egy hosszú szabadságharc után ismét elnyomás követte, de már soha nem lehetett ugyanúgy gondolni, ugyanúgy tekinteni a dolgokra 48 után, mint annak előtte. Ifjúságunknak is a forradalmának szokták tekinteni, és hát nem is véletlen, az időpont is talán a Jóisten is így akarta, hogy tavasszal, március irusán induljon meg ez a történet, és hát a tavasz pedig mindig én legalábbis, de sokan mások is az ifjúsághoz, a fiatalokhoz kötjük. És hát fiatalok is indították el ezt a történetet, ezt a forradalmat, ezt a forrongást. És hát úgy illik, hogy a fiatalok mindig megemlékezzenek róla, hogy mindig tudják, hogy mit jelent ez számunkra, magyaroknak, mit jelent ez mindazoknak, akik a Kárpát-medencében élnek, hiszen nem csak a magyarok forradalma volt ez, hanem minden Kárpát-medencei népnek a forradalma volt ez. És hát ezért ünneplünk, többek között ezért ünneplünk itt az iskolában is, iskolákban is, március 15-én, hogy mindig tudjuk, hogy mit jelentett ez, és hogy mindig észbe is tartsuk, hogy mi az, amiért meg kell mozdulni, mi az, amiért föl kell kelni, és mi az, amiért tennünk kell nekünk. Köszönöm szépen előre is, hogy nem csak egyszer, hanem mai nap folyamán kétszer fogják előadni ezt a műsort a hetedik osztályosok. Én úgy hallottam, hogy egy páran így a langyos tavaszi idő hatására kidőltek a soraikból, de vannak helyettük, akik beálltak, és én köszönöm szépen nekik, hogy a beugrást gyorsan vállalták, hogy a mai kis forradalmunk ne bukjon el, a mai kis eseményünk, a mai kis megmozdulásunk sikeres legyen, és hát az egész osztálynak, és különösen mondom azoknak, akik ma beálltak a sorokba, hogy egy verset, egy idézetet elmondjanak, énekeljenek, hogy ezt megteszik, és külön köszönöm a felkészítőknek. És hát azért kell kétszer meghallgatnunk, mert annyi az érdeklődő, hogy a tornateremben szépen, kényelmesen nem férnénk el, és ezért ma kétszer is hallgatjuk majd egy másik összeállításban diákokkal a műsort. Köszönöm a figyelmeteket, és nem csak a mai napon, hanem holnap is rengeteg esemény lesz Egerben, megemlékezés, csek sora, és oda is sok szeretettel várok mindenkit.
Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényen ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma szívünk. Ébredő Magyarországot 1848 márciusában érte el a párizsi forradalom híre. Kossuth március 15-én népes küldöttség élén Pozsonyból Bécsbe utazott, hogy felelős magyar minisztérium felállítását és alkotmányt követeljen az uralkodótól. Előestén egy lelkes kis csoport gyülekezett vasvári lakásán. Jogászok, költők, egyetemi hallgatók, a márciusi ifja. Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór, Irányi Dániel és Petőfi Sándor. Uraim, nagy kérem van, uraim! Párizsban győzött a forradalom, Európa lángokban áll. Nekünk is tenni kell végre valamit. Újra!
Józsefi és társai a Bilbasz kávéházban szokott találkozó helyükön gyülekeztek. Elhatározták, hogy forradalmat robbantanak ki Belzsúdán. Magyarországnak is csatlakoznia kell végre az európai eseményekhez. Tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40-en? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a 100 000-es városban. Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport. Kitért útjukból targonca, lovas szekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre se léptek. Mégis amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakon. A boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk. A járókelők ámulva álltak meg. Itt is, ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Előnyurga, barna arcú fiatalember haladt, szigorú, elszánt tekintettel. Mentek, hogy maguk mellé vegyék az egyetemistákat, talpra állítsák a pesti népezdeit, kiverekedjék a magyar szabadságot, vagy meghalljanak érte. Petőfi az elkövetkezendő eseményekről így írt naplójában. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, de a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. Víz nem oltja el. Majd a mérnökökhöz, ezektől a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekvő sereg. A forradalmárok most már hangot akartak adni követeléseiknek. A több ezres tömegénél lefoglalták a Landerer nyomdát. Kinyomtatták a 12 pontot és a nemzeti dalt. 11 órakor már a szabad sajtó első példányait osztogatták az utcákon. Öröklapok és a terjedő hírek révén az egész város népe felbojdult. Nyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső terméke. Mi a szabad sajtó legelső nyomtatvány? Thank you.
Délután 3-ra gyűlés hirdettek a múzeum terére, s a tömeg eloszlott. Eloszlott, hogy szétvigye a belvárosba, a külvárosokba, a sajtó felszabadításának hírét és a forradalmi nyomtatványokat. Délutánra csaknem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Ebben a tömegben polgárok, ifjak, munkások, iparos regények között ott voltak már a vásárra érkezett népcsoportok is. Parasztok, gazdatisztek, vidéki nemesek. Ott állt a múzeum lépcsőjén Petőfi Vasvári Irinyi mellett jár is. A beszédeket, szónoklatokat rivalgó lelkesedés fogadta. Ezután a városháza elé vonult. A városi tanács vezetői aláírták követeléseiket. Megválasztották a forradalom vezető szervét, a közbátorsági bizottmány. Az erejére ébredt nép végül kiadta a jelszót. Bécset kiszolgáló helytartótárs nem mert a tömegbe lövetni. Meghátrált. A forradalmára kiszabadították Táncsics Mihályt börtönéből. Lelkes örömükben kifogták kocsiából a lovakat, és múlva húzták hintáját Budáról Pestre. A forradalom vér nélkül győzött. Petőfi a helytartó tanács előtt lezajlott eseményekre így emlékezett naplójában. A nagyméltóságú helytartó tanácsot sápadt vala és reszketni méltóztatott, és 5 percű tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnőtt.
A nap megkoronázásáért este a Nemzeti Színházban bemutatták Elker Ferenc Bánbán című operáját. Széchenyi István, a legnagyobb magyar, március 17-én keltezett levelében így összegezte a forradalom eredményeit. Barátom, csodákat éltünk, nemzeti sorsunk hajszálon függött. Az első felvonás gyönyörűen sikerült, s nem csak az első, hanem az azt követő többi is. Kossuth vezette küldöttségi sikerre jár, az uralkodó aláírta minden követelésüket. Független magyar kormány alakulhatott Batthyány Lajos vezetésével. Megszülettek az áprilisi törvények, melyek felszámolták a jobbátságon alapuló feudális rendszert, és lerakták a polgári fejlődés alapjait. De a komor felhők nem múltak el Európa ágéről. A forradalmakat sorra verbe folytatták. Csak a magyarok csillaga ragyogott továbbra is fényesen. Rövid idő múlva megindult az osztrák támadás a magyar forradalom eltiprására is, de a nemzet felkészülve várta a támadókat. Kossuth vezetésével szinte a semmiből teremtett hadsereget. A diákokból lett tüzérek, a polgárokból lett huszárok, és a parasztokból lett katonák állták a sarat. Thank you.
A forradalomból tehát szabadság az lett, nem is akármilyen. Pákoz, Szolnok, Tápióbicske, Hatvan, Isaszeg. Ma már mind egy-egy győztes csata színhelye. Móga, Damjanics, Görgei, Bem, pedig egy-egy kiváló magyar tábornok neve. Két iszonyatos támadás vett vissza a honvéd seregünk, a Habsburg ház trónfosztásával pedig a végleges szabadság reménye is megcsillant, de a túlerő végül felülkerekedett a lelkesedésen. A bukás utáni megtorlás sémámából végül az 1867-es kiegyezés rázta fel a nemzetet, elindítva ismét a polgári fejlődés útját. Az események ma már történelemmé, a résztvevők hősökké váltak, de gondolataik, szellemük ma is él, hirdetvén a nagybetű szót, szabadság. És lángoló Petőfi szavaz enged. Kokárda lenged, zászló lobogott. A költője kérdett és felelt a nemzet. Ma nem tört el bilincset, börtönajtót lelkes tömeg, de munkadala harsog. Szépség, igazság, lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely felrászod a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját végrehoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Köszönjük a vendégeknek, hogy megtiszteltek minket, és mindnyájatoknak köszönjük a tanulói fiúságnak, kollégáknak, hogy ilyen figyelmesen néztétek a műsorokat. Az ovisoknak külön, hogy részt vettek ebben az örömben. További szép napot, szép ünneplést kívánok a mai napra, és különösen a holnapi napra. Köszönjük!